Négy teljesen felszerelt rohammentőt adott ma át a Johannita Rend magyar tagozata Kárpátalja vezetésének Beregszászban. A mentőket a református diakóniai osztály udvarán Viktor Mikita kormányzó és Volodimir Csubirko megyei tanácselnök közösen vette át. Csubirko a helyszínen háláját fejezte ki Magyarországnak, mely, mint fogalmazott, fontos partner a segítségnyújtásban, hiszen a támogatása állandó. A háború kezdete óta a Johannita Rend folyamatosan szállít adományokat a térségbe. A mentőautók mellett eddig több mint 300 tonnányi tartós élelmiszerből és egyéb cikkekből álló segélyt adtak át a belső menekültek számára. Ezeket a kárpátaljai partner szervezeteiken, vagyis a Református Egyházon és a Máltai Szeretetszolgálaton keresztül juttatják el a rászorulóknak. Igazából kaptunk egy olyan kérést, vagy felvetést, hogy mentőautókkal probléma van, tönkrementek, elpusztultak, elvitték, és hát körülnéztünk, ez azért nekünk egy elég nagy feladat volt, egy nemzetközi összefogással sikerült ezt megoldani. Ezek a kocsik osztrák mentőautók, és a adományokat pedig magyar, német, holland, svájci johanniták adták össze. Úgy, hogy tudták, hogy ezek a mentőautók ide készülnek. De nemzetközileg erősek vagyunk, és most ezt az erőt próbáltuk kihasználni abba, hogy Kárpátaljáról segítséget összefogjuk. A négy mentőautó az egy látványos és nagyon klassz dolog, de valójában azt el kell mondanom, hogy amióta a háború kitört, azóta kb. 300 tonna segélyszállítmányt hoztunk a Kárpátaljára, és ez azt jelenti, hogy ezek mind olyan áruk voltak, amikre lettek egyeztetve, tehát amire szükség volt, ami hiányzott, ami fontos volt. Ez ugye, fejlődött a helyzet, ez úgy változott. Az elején ágyakra, matracokra ilyesmire volt szükség, aztán utána tartós élelmiszerre, tisztálkodószerre is, és aztán a végén pedig mentőautóra is. Tehát ez egy nagyon jó együttműködés, és ezt szeretném kiemelni, hogy akkor lehet jól adományokat összegyűjteni és célzottan odaadni, hogyha egy nagyon jó fogadó szervezet van. Ha nincs fogadó szervezet, akkor az egész általában félresiklik.